patreon.eu, a www.patreon.eu címen érhető el. Ez egy közösségi hírportál. A közösségi hírportál azt jelenti, hogy a tartalmat erre a hírportálra azt nem szakképzett újságírók töltik fel, vagy nem kötelezőképpen, hanem a közösség tagjai. A célunk ezzel a projekttel az volt, egy olyan hírportált készítsünk, ahol a helyi hírek fel tudnak kerülni, a helyi hírek kerülnek előtérbe, pontosabban a romániai és a magyarországi határ menti 8 megyének a hír tartalmai. A patreon.eu hírportál azon kívül, hogy híreket tartalmaz, más jellegű tartalmakat is tartalmaz, például események hirdetéseit, apró hirdetéseket, blogokat, illetve e-learning kurzusokat. Tulajdonképpen az a lényege, hogy ez egy kétnyelvű hírportál, magyar és román nyelvű tartalmak is léteznek ezen a portálon. A hírek azok tükrözve vannak feltöltve, azaz magyarul is és románul is ugyanazt a hírt lehet elérni. Ennek a megközelítésnek az a célja, ez azt az érdeket szolgálja, hogy információt szerezhessen egy határ mellett élő magyar állampolgár a romániai megyékben történő dolgokról, illetve fordítva, hiszen azt tapasztaljuk, hogy legtöbb országos szintű hírportál nem hozza le másik ország híreit, főleg, hogyha ezek helyi jellegzetességűek. Föltehető a kérdés, hogy miért van szükség egy ilyen új hírportálra, amikor nagyon sokféle portállal különböző szakmákban találkozhatunk. Erre azt válaszolnám, hogy van ennek egy nagyon fontos sajátossága az, hogy határon átnyúló kapcsolatokra támaszkodik, azokat építi tovább. Az IT-Karei Egyesület évek óta részt vesz a magyar-román határon átnyúló együttműködési programban. Ő maga is lebonyolított több projektet sikeresen. Ezen kívül rendszeresen szakértőként részt szokott venni ilyen határon átnyúló projektekben. A felgyülemlett tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar-román határ átjárhatósága nagyon sokat javult az elmúlt években, mind turisztikai, mind gazdasági szempontból. Viszont az információs határ az a nyelvi nehézségek leküzdése miatt még várat magára. Ez a projekt erre a helyzetre próbál megoldást nyújtani azáltal, hogy a hírek mindkét nyelven elérhetőek lesznek a portálon. A patreon.eu az így néz ki. Magyar nyelvet úgy lehet elérni, hogy a magyar zászlóra kattintanak, a román nyelvet úgy, hogy a román zászlóra kattintanak. Itt lehet bejelentkezni a portálra. Jelen pillanatban én Schwarz Dukász Magor be vagyok jelentkezve, de annak érdekében, hogy megmutassam, hogy hogyan lehet bejelentkezni vagy regisztrálni, ki is fogok lépni. Ha a bejelentkezés gombra kattintanak, akkor megjelenik ez az ablak. Itten, ha már ön készített egy fiókot az oldalunkon, akkor megkérjük, hogy adja meg a felhasználó nevét, illetve a jelszavát, és beléphet. De amennyiben még nincsen fiókja, annyiben kattintson az itt található regisztráljon című gombra. Ha erre rákattint, akkor egy pár információt fogunk kérni önöktől, tulajdonképpen azt, hogy válasszon magának egy felhasználó nevet, adja meg az e-mail címét, és adjon egy minimum 7 karakterből álló jelszót. A 7 karakter ahhoz szükséges, hogy biztonságban tudjuk az ön fiókját őrizni. Majd kérjük, erősítse meg a jelszavát, még egyszer pötyögje be. És a végén pedig kattintson a regisztráció gombra. Ha ezt megtette, ezt a lépést, akkor nem csak, hogy a regisztráció sikeres volt, hanem be is lépett a honlapra. A regisztrációnak az az előnye, hogy hozzászólhat a beszélgetésekhez, felrakhat apró hirdetéseket, és amennyiben kéri ezt a szerkesztőinktől, akkor egy saját blogot is elkezdhet vezetni, vagy akár híreket is feltölthet a honlapra. Amiben ez a portál különbözni szeretne a hagyományos portáloktól, már ha beszélhetünk hagyományról a hírportáloknál, hát 15 éves múltról beszélünk, tehát a szokványos portálokhoz képest, ott is törekednek arra, hogy kapcsolatban legyenek az olvasókkal, interaktív felületek vannak, fórumok,
blog bejegyzések. Mi ezen is szeretnénk túllépni, azt szeretnénk, ha minél többen írnák ezt az újságot. Úgy nevezzük ezt, hogy közösségi újságírás. Segítséggel összefogni azokat az embereket, akik ezt igazán tudnák csinálni. Legyenek fiatalok, akárkik, akiknek van egy pici ráérzésük arra, hogy erről soha nem ír az újság. A projekt ötlet az, hogy közösségi újságírást ilyen mértékben előtérbe helyezzük, ez már önmagában egy rendkívül innovatív ötlet. A partium.eu portál az különbözik a klasszikus hírportáloktól. A mi szándékunk nem az, hogy a magyarországi és romániai országot lefedő nagy hírportálokkal versenybe kerüljünk. Mi más jellegű tartalmakat próbálunk szolgáltatni, olyan jellegű tartalmakat, amelyek helyi közösségeket érintenek, és a helyi közösség tagjai töltik fel ezeket a tartalmakat. Például, hogyha egy temesvári kisebb civil szervezet beszeretne számolni a legutolsó kongresszusáról, akkor mi egy keretet teremtünk nekik arra, hogy ezt megtehessék. Anélkül, hogy vetekedniük kéne országos politikai hírekkel egy országos hírportálon. Ez pontosan azért is jó, mert összeibb is rántja a közösséget. A közösségi szereplők azok belátják annak a szerepét, hogy igenis van igény helyi hírek iránt, helyi programajánlók iránt, és aktívan elkezdenek tölteni a mi honlapunkra, akkor ennek a hozadéka hamarosan meg tud mutatkozni a rendezvényeken való jelenlétben. Előfordulhat az, hogy például hiába vagyok én újságíró, csinálhatja ezt valaki sokkal jobban. Tehát, hogyha én egy adott település hírét valahogy megtudom, megírom, előfordulhat, hogy egy jobb élő személy sokkal jobban meg tudja azt írni, vagy sokkal jobban tudja tálalni. Egyszerűen azért, mert ő él benne abban a közösségben, és vannak olyan árnyaltságok közösségi szinten, amiket csak az ott élők éreznek, amiket csak az ott élők vesznek észre. Ha van valaki, aki veszi a fáradtságot egy kis községben, és megírja, hogy ott mi történik, milyen események zajlanak, milyen új információk vannak, azt mi nagyon szívesen közöljük ebből a régióból. Az, hogy tényleg csak a magyar-román határ híreivel foglalkozik, ez erősíti az innovatív karaktert. Ez nem csak a magyar-román határszakaszon, de egész Közép-Kelet-Európában egyedülállóan elsőként ebben a projektben fordul elő. A híreket a hírek menü gomb alatt lehet megtalálni, alapértelmezetten az oldal az ide töltődik be. A hírek azok így vannak megjelenítve, sorrendben a feltöltésük idejétől számítva. Ha az egyik cím vagy a lead az ön érdeklődését felkeltette, akkor kattintson a címre, és ez külön ablakban be fogja tölteni önöknek a hírt teljes egészében. Hogyha úgy szeretné, akkor nyugodtan hozzá is szólhat a hírhez, elmondhatja a véleményét, a hozzászólás elküldése gombra kattint, akkor az ön kommentje meg is jelenik egyből a honlapon. Menjünk vissza a hírekre. Azt figyelhetjük meg, hogy minden oldalon 10 hír szerepel. Amennyiben régebbi híreket szeretne olvasni, akkor kattintson erre a gombra, és itt megjeleníti a régebbi híreket. Ugyanakkor azt is fontos kiemelnem, hogy a híreket sorrendbe lehet rakni azt szerint is, hogy ezek milyen régióban történnek, vagy milyen régiókról szólnak. Például, hogyha én az Arad vagy Bihar megyei hírekre vagyok kíváncsi, akkor rákattintok a bizonyos gombra, ami a honlapnak a jobb oldali részén található itt. Rákattintok például arra, hogy Temesvári vagyok eredetileg, kíváncsi vagyok, hogy mi történt az utóbbi időben arrafele. Rákattintok arra, hogy Temes, és akkor itt nekem azokat a híreket listázza ki, amelyek Temesváron történtek. Ugyanakkor a honlap baloldali részén található egy olyan kategória, amit mi legújabbnak neveztünk. Bárhol is kalandozna ön a mi honlapunkon, a legújabb kategória azokat a híreket, blogbejegyzéseket tartalmazza, amelyeket utoljára raktunk fel a portálunkra. Ezen kívül a honlapunkon apró hirdetéseket is lehet közzétenni. Az apró hirdetések gombra kattintva
ez listázza az apró hirdetéseket. Az apró hirdetések úgy működnek, hogy egy mondatos bemutató megjelenik az összegzőben. Hogyha erre rákattint, akkor részletesebb információkat kaphat a hirdetésről. Ugyanakkor a honlapnak a jobb oldali részén, amennyiben az apró hirdetések menüpont alatt kalandozik, kategóriák is meg vannak határozva, ami az apró hirdetéseket illeti. Például állás, munka, bútor, lakberendezés, ingatlan, IT, vagy akár növény és állattal kapcsolatos apró hirdetések is. Ha rákattint egy apró hirdetésre, akkor ez megnyitja teljes egészében a hirdetést. Ugyanakkor egy blogmotorral is felszereltük a honlapunkat. Amennyiben bárki blogot szeretne indítani nálunk, azt kérvényezheti. Ha saját blogot szeretnél vezetni a partium.eu portálon, akkor szándékodat jelezd itt. Ha ide rákattintasz, akkor egy rövid leírást írhatsz a blog témádról, és amennyiben a szerkesztők elfogadják, nagy valószínűséggel el fogják fogadni, akkor már bele is vághatsz a blog szerkesztésbe. Jelen pillanatban én magamnak létrehoztam egy blog oldalt, egy blog felületet, és ide szaporán fogom feltenni majd a gondolataimat és elképzeléseimet a világról. Az e-learning menüpont alatt olyan tartalmakat találhatok, amelyek e-learninges formában kurzusokat tartalmaznak. Itt egy link a Borderland portálra. A Borderland portál egy olyan portál, amit ugyancsak mi és a partnereink fejlesztettünk, amelyek e-learninges kurzusokat tartalmaznak. Nagyon sok témáról mindenkinek figyelmébe ajánlom, mert olyan információt szerezhetnek ott, amelyekhez hozzájutni máskülönben nehéz lehet. Illetve egy Mental Map Editor videó kiegészítő anyag, ami a Mental Map szoftver kezelését mutatja be videóformátumban. A mostani projektben még két új kategóriát hoztunk létre, ami az e-learninget illeti. Az egyik az újságírási alapismereteket mutat be közösségi újságírók számára. Ezeket a leckéket végigvíve megtanulhatják azt, hogy hogyan lehet egy hírt rendesen megszerkeszteni, hogyan kell tálalni, mire kell figyelni, milyen információ az, ami szükséges, hogy ott legyen egy hírben. A másik kategória, a másik keret, amit létrehoztunk, az egy idősebb generációt céloz meg. Úgy látok optimálisnak, hogyha létrehúzunk egy olyan e-learninges kurzust, amely megtanítja őket a számítógépet felhasználni, elkészíteni egy dokumentumot, levelezni, hogy ők is hatékonyan tudjanak dolgozni, mint a mai fiatalok. Ez egy olyan kategória, amit ugyancsak az idő folyamán nem csak mi a szerkesztők, hanem önök a felhasználók is bővíthetnek e-learninges kurzusokkal. A partium.eu honlapnak az a jellegzetessége, hogy a magyar tartalmakat azokat lefordítjuk romára, és a román tartalmakat azokat lefordítjuk magyarra, annak érdekében, hogy a felhasználó bázis maximálisan elégedetten tudjon távozni. Mutatok is egy példát, a hírek alatt van egy olyan bejegyzés, hogy viharos opergála a Rózsaparkban, ez egy Temesvárról származó hír. Ezt a magyar nyelvű felületen megnyitom, a román felületen pedig, hogyha kinyitjuk, akkor románul látható ugyancsak ez a tartalom. A román-magyar nyelvváltás a partium.eu az gyakorlatilag unikum lesz. Tehát a magyarországi lapok esetében, a magyarországi sajtó esetében nem tudom, de az itt átfogott megyékre, az itt felfelolt régióra bontva, ez mindenképpen unikumnak fog számítani. Ma még úgy tűnik, hogy a határ elválaszt. Holott, mint ahogy a példában mondtam, sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, és ezt a közelséget tudjuk bemutatni. Azt, hogy Nagy Károlyból el lehet menni Nyíregyházára, Válaiból Nagy Károlyba, vagy sorolhatnám a településeket a határ mentén. Ez egy egységes terület, földrajzi terület, ami tulajdonképpen gazdaságilag is jobban tud fejlődni, ha ezeket a lehetőségeket kihasználja.